Autók érkeztek a Pizolit Kft. Székhelye elé Kiskunfélegyházán ma reggel. A járművek 18 kopjafát szállítottak, amelyek mindegyike elhunytak emlékét, tönkrement, gyászoló családok fájdalmát jelképezik. 2017. január 20-án Verona közelében történt az a baleset, amelyben a magyar busz szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. 17-en vesztették életüket, közülük sokan még gyerekek voltak. A budapesti Szinyei Mersepál gimnázium diákjai egy franciaországi sítáborból jöttek hazafelé. A 18. áldozat az a hűs tanár, aki pár hónappal ezelőtt örökre eltávozott az élők sorából. Ezért a 18 kopjafa. Márton László 14 éves fiát, Márton Márkot veszítette el. 3 évvel ezelőtt, pontosan 2017. január 14-én láttuk a szeretteinket utoljára. Én is akkor öleltem utoljára a fiamat, ennek a busztársaságnak köszönhetően. Többi sorstársam nevében is el tudom mondani, és meggyőződésünk az, hogy ez a baleset teljes mértékben elkerülhető lett volna. Viszont itt emberek felelőtlen döntései miatt történt, ami történt. A tragédia körülményeit Olaszországban vizsgálják, perfolyik az ügyben. A buszt és a két sofőrt a Pizolit Kft. Adta a kiránduláshoz. Az iratokból kiderült, hogy az a sofőr, amelyik vezetése alatt történt a baleset, súlyos alvászavarban szenvedett. Tovább bonyolítja a dolgot az is, hogy a járműbe egy olyan pótüzemanyagtartályt is beszereltek, amelyre a cég nem volt jogosult. Ez egy olyan autóbuszon volt ez a tartály, amelyre semmilyen körülmények között még engedélye sem lehetett volna üzemanyagtartályt buszba beépíteni. Ahogyan ők beépítették, azon a nem törődő módon, olyan alkatrészek felhasználásával, amelyik üzemanyagrendszer kiépítésére nem voltak alkalmasak, így pedig kifejezetten arról van szó, hogy az utasaik folyamatosan életveszélyben utaztak ezen a buszon. A tragédiával kapcsolatos következő tárgyalás január 24-én lesz Olaszországban. Krizsány László unokáját, Krizsány Flórát veszítette el. A fájdalomtól még a mai napig is alig tudnak beszélni a hozzátartozók a történtekről. Az íróasztalán ölelkező az én képen volt állandóan az íróasztalán. Ez most már az én íróasztalomon van. Nagyon sajnálom, nem is tudok beszélni. Mindenki másképp éli meg ezeket a napokat. Hát nagyon nehéz minden este azzal feküdni és reggel azzal kelni.